Szeretnék először gratulálni a Siófoknak a győzelméhez, illetve a mutatott játékhoz is. Hogyan értékelem? Hát szomorúan. Szomorúan, mert azt hiszem, hogy bár elég kedvező előjeleink voltak, az utolsó pillanatban sérült meg a Dombulucca is, de mindenképpen arra számoltam, hogy nagyobb erőből dobásra tudjuk kényszeríteni a Siófokot még hazai pályán is. Sajnos azokat a technikai hibákat, elsősorban az eladott labdákra gondolok, azt kíméletlenül kihasználták. Az egy másik része, hogy remekül oldották meg a külső területekről is a támadásaikat, illetve a Katania személyében remek beállós volt, aki kíméletlenül kihasználta a váltási hibáinkat. Én is gratulálni szeretnék a Siófok csapatának. Hát én is nagyon szomorú vagyok ez miatt, a vereség miatt. Amit Józsi bá is elmondott, hogy nagyon sok technikai hibánk volt, amit kegyetlenül kihasználtak a siófokiak, és tényleg egy nagyon jó beállójuk volt, ami szerintem most nekünk így, hogy a Luce kiesett, így azért egy kicsit hiányos maradt, és nem jöttek azok az átlövések, leszorítások, amikből szoktunk eddig gólokat lőni, és ezt kíméletlenül kihasználta a Siófok. Nagyon sokat készültünk erre a meccsre, megmondom őszintén, mert egy percig nem volt bennem az kétség, hogy félváról vegyük ezt az egész mérkőzést, illetve a hazai mérkőzést, mert én néztem sok videót, én azt mondom, hogy folyamatosan fejlődik a Mosonmagyaróvár, ügyes játékosokból áll, fiatal, tehetséges játékosokból áll. Jó látni ezt különben nekem, ennyi magyar játékost. Isten igazából... Én azt mondtam a lányoknak egész héten, a védekezésre próbáltunk nagyon-nagyon koncentrálni, hogy jobban összerakjuk egy kicsit a védekezés és a kapus teljesítményt, ez nagyon jól sikerült. Támadásban tényleg erősek voltunk, kívülről is, beálló játékunk is nagyon erős volt, ha hibázott a Mosonmagyaróvár, rögtön kontrával próbáltuk is, azokat a kontrákat próbáltuk belőni, úgyhogy ez sikerült is, úgyhogy én gratulálok a lányoknak, tényleg jól küzdöttek, jól mentek, úgyhogy megyünk tovább és dolgozunk. Minden héten nagyon-nagyon keményen dolgozunk a lányokkal, nagyon büszke vagyok a csapat teljesítményére, nagyszerűen játszott mindenki, úgyhogy ennek az eredménye az, hogy ilyen magabiztosan tudtunk nyerni, annak ellenére, hogy még így is azért jó sok zitszert kihagytunk, de összességében nagyon elégedett vagyok.